Gratulálok annak a fiatalnak, akinek volt bátorsága megtenni ezt a lépést, hogy megmentsen egy elhagyott gyermeket a nevelőotthonok kínjaitól, írta a Facebook oldalán Visinél Balán, a nevelőotthonban élő fiatalok tanácsának elnöke. Az elnök egy kolozsvári vállaltan meleg férfinak gratulált bejegyzésével. Visinél Balán, a nevelőotthonban élő fiatalok tanácsának elnöke Facebook oldalán biztosította támogatásáról azt a kolozsvári bevallottan homoszexuális férfit, aki nemrég örökbefogadott egy árvaházban élő kisfiút. Románia első meleg örökbefogadása. Gratulálok annak a fiatal embernek, akinek volt bátorsága megtenni ezt a lépést, hogy megmentsen egy elhagyott gyermeket az árvaházból. Gratulálok a gyermekvédelmi igazgatóság bátorságához, amiért a törvénybetartása mellett döntött. Erről szólnak a szakemberek. Gratulálok, áll a bejegyzésben. Hozzátette, nagyra értékeltem, hogy az illető esélyt adott egy gyermeknek arra, hogy családja legyen. Vince Laura Csenge, az LMBTQ közösség támogató aktivistája szerint meglepő az örökbefogadás, az országban hasonló esetről még nem értesültek. Nagyon meglepett az, hogy ennyire rövid időn belül, tehát 5 hónapon belül sikerült lebonyolítani egy örökbefogadást, ami úgy átlagban heteroszexuális párokról beszélve is sokkal több időbe szokott elni. A másik pedig az, hogy egyáltalán megengedték, vagy lehetséges az, hogy egy egyedülálló meleg férfi örökbe fogadjon egy gyereket. Romániában évente mintegy 9000 gyermek kerül árvaházba, de csak ennek töredéke kerül családokhoz örökbefogadás révén. A kolozsvári férfi számára az örökbefogadás folyamata csupán 5 hónapig tartott. A gyermekvédelmi hatóság közölte vele, hogy a törvény nem tartalmaz olyasmit, hogy szexuális irányoltsága következtében ne biztosíthatna családi hátteret egy árva gyereknek. A fiatalember jelenleg párjával neveli a 7 éves kisfiút.